Do you remember when was the last time you won against Salzburg? Ooh, I think 3 years ago. It was a long time ago. I think first year with KC, just before playoffs. Long time ago. Yes, it was almost 2 years ago, but one thing is the same, that you scored the winning goal, actually. I don't remember that, but good to know. Emlékszel, hogy mi történt 2022. február 20-án? Akkor vertünk az utoljára a Salzburgot. Így van, régen volt. Igen, régen volt, tehát az egy hosszú sorozat volt, ez biztos. Mondhatjuk, hogy nagyon elegánsan vezetted rá ezt az utolsó korongot a kapura, ugye üres kapu volt, és hát alaposan megünnepeltetted ezt a gólt. Hát igen, azért jól körülnéztem, hogy vannak-e körülöttem, meg még az órát is kellett figyelnem, mert kevés idő volt, de hát muszáj volt, mert tényleg ez egy olyan sorozat szakad meg, hogy most mindenki megkönnyebbült egy kicsit. És fontos korongszerzés volt tőled, mert hogy azért meg volt idő arra, hogy a Salzburg rálőjön kapura. Igen, köszönöm szépen. Jó védekezés volt, aztán muszáj volt, mindent meg kell ilyenkor tenni a csapatért, és ezt próbáltam tenni én is. És itt a nemzeti sportos kollégám megjegyzett még egy nagyon fontos pillanatot, ami a te nevedhez fűződik, amikor ugye emberelőnybe kerültetek, és Kurát belőtte az emberelőny alatt a gólt, akkor előtte te voltál az, aki a kapusnak ott mondott valakit, és veled szemben szabálytalankodtak. Mit mondtál a kapusnak? Ugye pont előtte kihagytam a szólót, és utána pont volt egy helyzetünk, és megálltam a kapu előtt, és igazából odaütött a kapus, és így megkérdeztem, hogy most mi van, igazából miért. És akkor ugye jöttek a hátvédek, és akkor igen, eltakarítottak a kapu elől, és akkor igen, így harcoltam ki az ember ellen. Yeah, I think the whole team responded after that loss against Bolzano when we blew it in third. I think we stayed strong in third. We gave in that power play which they scored, but I think after that we were strong in defensive zone and we didn't give them a lot to score more goals. Your head coach said that finally you believe that you can beat Salzburg. I mean, we always believed, but it didn't go our way. They have a good team, and it's every time it's a hard match. But this time, it's luck was on our side, and we got the win. This victory gives you power for the next matches. For sure, it's a big motivation. We finally broke this negative streak of losing this year and against Salzburg. So it's a big confidence boost, and I hope we can do it tomorrow too. Ugye ezzel a győzelemmel most két nyeretlenségi sorozatot is megszakítottatok. Az egyik, hogy a Salzburg elleni volt, az hány meccsóta? 14? 14 meccsóta tartott, itt volt az ideje. És hát ugye volt most egy 5 meccses nyeretlenségi sorozatotok a bajnokságban, és mit jelent most nektek ez a győzelem? Ugye sok mindent jelent, végre azt megvertük a Salzburgot. Az 5 meccses vereség igazából egy meccs kivételével minden meccsen vezettünk, meg ott voltunk, és nagyon kicsi dolgokon múlott a harmadik harmadban, és ezeket mentünk túl, és próbáltak ezeket most kijavítani, és sikerült. Így van, most jobb volt a harmadik harmad, de talán azon még mindig lehet javítani, hiszen azért a gólokat abba kaptátok. Igen, meg főleg a kezdés. Nem szabad így kezdeni, ahogy ma kezdtünk két kiállítást, úgyhogy kilőjük a korongot. De ez megtörténik, de sikerült válaszolni, és jól reagáltunk erre is. Kis Dávid azt mondta, hogy végre elhittétek azt, hogy meg tudjátok várni a Salzburgot. Ezen múlott, vagy mi volt szerinted, ami múlott ez a győzelem most ezen a mérkőzésen? Csapatmunka. Egy szóval.